s valamivel távolabb egy szálas termetű, tiszta és nemes arcú, fekete hajú, egy szürke szemű, büszke és szigorú tekintetű ember ült. Köpenyt, csizmát viselt, mint halovon készült volna útra kelni, s bár öltözéke pompás volt, köpenyét prém szegélyezte, meglátszott rajta a hosszú útpora. Ezüst nyakéket egyetlen fehér kősz díszítette, haja a válláig ért, nagy ezüst végű szarú kürcia a vállán, de most épp a térdén nyugodott fölkapta a fejét, s a mérte végig Frodót és Bilbót. Ő, mondta Elrond, s Gandalfhoz fordult. Délről jött ember, Boromir. Van érkezett. Tanácsot kérni. Meghívtam, jöjjön közénk, mert itt kap majd választ a kérdéseire. Sziasztok! Ebben a videóban Boromírról lesz szó. Remélem élvezni fogjátok. Boromír a harmadkor 2978. évben született, Gondor helytartói családjába. Apja második deletor volt, anyja pedig Findúj lesz. Így ő volt Gondor helytartójának örököse. Egy testvére is volt, Faramír személyében. Mindkettőjüket kishorottú fogva harcostak nevelték, és nem sokára Boromír a fehér torony kapitánya lett, míg testvére a fehér torony őre. Mikor Boromír még csak tíz éves volt, anyjuk meghalt, és apjuk ezek után sokkal komorabb lett, és Boromírt kezdte jobban szeretni, mint Faramírt. Ezt azonban soha nem vezetett testvéri viszályhoz. Boromér mindig szerette és tisztelte kisebbik testvérét, Pátor harcos volt, és az oszgiliáti csata után neki és testvérének is álmai voltak. Boromír álmát így írja le. Álmomban a keleti égbolt elsötétült, és mind hangosabban zengett az ég, de halvány fénycsík terengett nyugaton, s én hangot hallottam, távolít, de tisztát, mely így kiáltott. Keresd a ketté tört kardot, Imladriszban leled, jó tanácsal lebírod a morgul varázslatot. Kapsz majd biztos erőt jelet, hogy közeleg im végzeted, s megkerül Iszildur átka, s a félszerzet előlép valahára. Oromírék apjukhoz fordultak az álommal, mert Retor jól ismerte gondor hagyományait. De ő is mindössze annyit tudott, hogy Imladrisz egy északi tünde völgy neve, ahol egykor Elrond a féltünde a tudás őrizője. Faramil elhatározta, hogy elmegy, de mivel az út veszélyes volt, végül Boromir kelt útra. 110 napig utazott, részben lóháton, de Dunföldén, Tárbátban azt is elveszette, és a maradék utat gyalogszerrel tette meg. Éppen a talás kezdete előtt érkezett meg, ezért őt is elhívták, hogy elmesélje érkezése okát. Boromir elmesélte, hogy Gondornak segítségre van szüksége, ugyanis megtámadta őket Mordor, Harad és a kelet lakók segítségével. A háború odáig fajult, hogy visszaverték őket egészen Oszgiliátig, ahol Boromír is harcolt. A csata alatt a gondorjak egy fekete lovast, egy holdra vetülő sötét árnyékot láttak. Boromír szerint ez az ismeretlen sötét erő okozta Oszgiliát keleti oldalának végeztét, ugyanis ahol is csak megjelent, a legvegomerőbbek szíve is félelemmel telt meg, és mindenki menekülni kezdett. Egy kis csapat azonban az utolsó pillanatig védte a hidat, míg az össze nem omlott mögöttük. Az utolsó négy kő túlélő, köztük Boromír és Faramír átúzták a folyót, feltartva az orkokat, és megbentve ezzel a város nyugati részét, és rengeteg ember életét. A Beszámoló után a tanács eldöntötte, hogy a gyűrűt el kell pusztítani. Boromír ellenkezett, és kérte, hogy adják gondolnak a gyűrűt, ugyanis nekik kell a segítség Mordor ellen. A tanács természetesen nem hallgatott Boromira, de azért ő csatlakozott a gyűrűk szövetségébe, és azt tanácsolta, menjenek rohannon át Gondor felé. Gandalf és Aragorn nem akart viszont, mert féltek szarumán közelébe vinne a gyűrűt, ugyanakkor gyanakodtak, hogy Gondorba a gyűrű elcsábítaná Denetort, és erővel elvenni. Ezek után Boromír útnak indult a szövetséggel. Radras hegyén Aragornal együtt a hátukra vették a hobbitokat, így megmentették őket a fagy Ró Lórienbe Galadriel úrnő olvasott Boromír gondolataiba, és felajánlott neki valamit, amit később nem árult el a többieknek, de nem fogadta el ezt az ajánlatot, mert nem bízott Galadrielbe. Vagy tanácskozás alatt ezt mondta. Én Minas Tirithbe megyek, ha kell egymagam, mert ez a kötelességem, mondta Boromír. Azután hallgatott egy darabig, és csak ült, szemét Frodóra szegezve, mintha csak olvasni próbált volna a félszerzett gondolataiban. Végül megint megszólalt, halkan, mintha önmagával vitatkozna. Ha nem akartok mást, mint hogy a gyűrűt megsemmisítsétek, mondta, akkor nem sok hasznát veszitek a fegyvereknek és a harcnak, és ebben Minas emberei nem tudnak segíteni. De ha a sötétség urának fegyveres erejét akarjátok elpusztítani, akkor ostobaság haderő erő nélkül behatolni az országába, ostobaság elvesztegetni. Hirtelen elhallgatott, mintha csak rádöbbent volna, hogy majdnem kimondta titkos gondolatait. Ostobaság lenne elvesztegetni annyi életet, úgy értem, fejezte be a mondatot. Választhatunk a közt, hogy egy erős ország védelmére kelljünk, és a közt, hogy egyenesen besétálunk a halál karjai közé. Legalábbis én így látom. Frodo valami újat, valami furcsát vezet fel Boromir tekintetében, és élesen szemügyre vette, az nyilvánvaló, hogy a végén más mondott, mint amire gondolt. Ostobasság lenne elvesztegetni? Mit? A gyűrű hatalmát? A tanácsban is elejtett valami ilyesfélét, de aztán tudomásul vette elront rendre utasítását. Rodó ránézett Aragonra, de az milyen a gondolataiba merült. Semmi elét nem adta, hogy felfogta volna boromír szavait. Lóriánból boromír nem távozott üres kézzel. Mielőtt a csónakba böltek, Galadriel egy aranyövet nyújtott át neki. Mikor elérték Tolbrandirt, Frodo elment a társaságtól. Frodo kezdetben csak kóborult, céltalanul az erdőben. Aztán azon vette észre magát, hogy lába önkéntelenül fölfelé viszi a hegy lejtőjén. Leült egy kőre, tenyerébe hajtotta az állát, szemmel keletre nézett, de látni alig látott valamit. Egyszerre fölriadt. Az a furcsa érzése támadt, hogy hátulról barátságtalanul figyelik. Fölpattant, s megfordult, de meglepetésére nem volt ott más, csak a nyájasan mosolygó boromír. Féltettelek, Frodo, mondta, s közelebb lépett. Ha ragornak igaza van, és a közelben orkok ólálkodnak, egyikünknek se volna szabad egyedül elkóborolnia. Les kevésbé, meg éppen neked, rajtad annyi minden áll, és a szívem is nehéz, Megengedett, hogy itt maradjak és beszélgessünk? Most, hogy végre megtaláltalak? Azt talán megnyugtatna. Ahol sokan vannak, ott sok a beszéd. S sok beszédnek sok az alja. és minden vége láthatatlan vitába torkolik. De mi ketten talán okosabbak leszünk. Kedves vagy, mondta Frodo. De nem hiszem, hogy a szó segítségem lenne. Hiszen tudom, hogy mit kell tennem. Csak éppen megtenni félek. Úgy van, félek. Boromir hallgatott, Raurosz csak a bömbölt a beszeségben, az ágak köz szél Frodo megborzongott. Boromir váratlanul odajött, s melléje leült. Biztos vagy benne, hogy nem szervez fölöslegesen? kérdezte. Én segíteni szeretnék neked. Tanácsra szorulsz, en nehéz választás előtt. És ugyan miért? Ne ez a tanácsomat fogadnád meg. Azt hiszem, tudod, hogy mit csinálsz, Boromir, mondta Frodo, s ha nem szólna ellene a szívem, talán bölcs tanásnak vélném. Ellene szól, mi ellen? kérdezte élesen Boromir. A késlekedés ellen. Az ellen, ami a könnyebbik útnak látszik. Az ellen, hogy letegyem a terhet, amit a vállamon van. Az ellen, igen, az ellen, hogy megbízzam az erőben és az emberek külségében. Pedig épp ez az erővédelmezett titeket jó ideig abban a ki, ti kis kávoli országotokban, még ha nem tudtatok is róla. Nem vonom kétségbe a népet vitézségét, de a világ változik. Minasztiris falai talán erősek, de semmi esetre sem elég erősek. És mi lesz, ha ledőlnek? Akkor csatában esünk el, vitéző, de van még rá remény, hogy ne dőljenek le. Amíg a gyűrű létezik, nincsen, mondta Frodo. Ó, a gyűrű, mondta Boromir, és megvillant a szeme. A gyűrű, hát nem a sors tréfája, hogy ennyit kell szenvednünk, ennyi félelmet, kétséget kiállnunk, egy ilyen semmi kis jószág miatt? Mert semmi kis jószág, én csak egy pillanatra láttam, ott Aaron házába. Megnézhetném? Frodo föltekintett. Szíve egyszerre hideget érzett. Észrevette a furcsa fény Boromír szebében, bár arca most is nyájas volt, és barátságos. Jobb, ha rejte marad, mondta. Ahogy kívánod, nekem mindegy, mondta Boromír, de beszélnem csak szabad róla, mert nektek, mintha örökké az járna az eszetekben, hogy mekkora hatalmat jelenten az ellenség kezében. Mindig csak azt, hogy rosszra használják, de hogy jóra is lehet, az soha. Azt mondod, változik a világ, Minasztiris elbukik, ha a gyűrű megmarad, de miért? Igen, ha a gyűrű az ellenség kezébe kerül. De ha velünk van, akkor miért? Talán nem volt ott a tanácson, felelte Frodo, mert mi nem vehetjük hasznát is. Amit általa teszünk, az rosszra fordul. Boromír fölállt és nyugtalanul járkált föl alá. Szóval te is ezt ott kiáltotta. Mint Gandalf, mint Elrond. Ezt jól a szádba rágták maguk szempontjából talán igazak. Boromír föl alá rohangált, és egyre hangosabb volt a szava. Frodo szintra meg is feledkezett, miközben egyre falakat, fegyvereket, mustrát emlegetett. Nagy szövetséget terveit szövögette, dicsőséges győzelmekét, hogy megdönti Mordort, és belőle válik hatalmas király, bölcs és jó Egyszer elhallgatott, és égnek emelte a kardját. És ők még azt mondják, hogy vessük el magunktól. Kiáltotta arról nem is szólva, hogy pusztítsuk el. És ez még rendjén is lenne, ha Józa néz bármi reményt nyújtana, hogy ez sikerülhet. De nem fog. Más terveket képtelennek kiagyalni, mint hogy egy félszerzett sétáljon be vakon mordorba, és így nyújtson alkalmat az ellenségnek, hogy ezt megkaparintsa. Ostovaság. Ezt bizonyára te is belátod, barátom, mondta, s váratlanul Frodohoz fordult. Azt mondott félsz, ha igen, ezt a legbátrabb is megbocsátja neked. De vajon nem a józa leszett tiltakozik? Nem. Félek, mondta Frodo. Egyszerűen csak félek. De örülök, hogy ezt mind elmondhatom, mert most már tisztában látok. Tehát eljössz Minászti Rizbe, kiáltotta a Arca lelkes volt, a szemet csillogott. Félreért ezt, mondta Frodo. De hát csak eljössz, egy kis időre makaskodott Boromír. Az én városom nincs már messze, s Onét Mordor is közelebb van. Oly soká voltunk a vadonban, mielőtt undra, útra indultnál. Hírt kell venned róla, hogy az ellenség miben mesterkedik. Tarts velem, Frodo, mondta. Pihenned is kell, mielőtt a kandos válkozásnak nekivágsz. Miért vagy ilyen barátságtalan? kérdezte Boromir. Én igaz ember vagyok, nem tolva és nem utonálló. A gyűrűd kell nekem, ezt már tudod, de a számat adom rá, hogy nem tartom meg. Legalább azt engedd meg, hogy a tervet próbát tegyek. Ott kölcsön a gyűrűt, nem, nem, kiáltotta Frodo. A tanács én rám bízta. A mag ostobasága lesz az oka, ha az ellenség legyőz minket, kiáltotta Boromír. Kétségbejtő, te bolond, makacs bolond. Szándékosan rohansz a halálodba, s romlást hozol mindannyiunkra. Frodo nem felelt, csak hátrált, amíg a nagy lapos kő ott nem állt kettő közt. Gyere csak, gyere barátom, mondtak, kellemeng, kellemkedőbb hangon Boromért. Miért ne szabadulnál tőle? Frodo félreugrott, és megint a kő mögött keresett menedéket. Csak egy dolgot tehetett. Reszketve kihúzta a gyűrűt a láncán. Sietve az ujjára húzta, épp mikor Bolomi újra neki akart ugrani. Az ember levegő után kapott, egy pillantig döbbenten bámult, majd vadul elrohant, ide-oda cikázva a fák és a sziklák között. Nyomorult szélhámos ültötte, csak kerülj a kezem közé, majd ellátom én a bajodat. Elviszed a gyűrűt Sauronnak, és eladsz valamennyiünket. Válasz semmi. Frodo még csak nem is hallotta a kiáltását. Már messzire járt, vakon rohant az ösvényen. A hegyek felé. Rázta a rémület és a kétségbeesést. Gondolatban ott látta maga előtt Boromír vadképét és égő szemét. Miután Boromir feladta, hogy megtalálja Frodót, visszament a többiekhez. Ekkora már rájött, mit tett, és bűnbánóan elmondta a többieknek, hogy megpróbálta a gyűrűt Tirizbe vinni, és hogy Frodo elmenekült. Mindenki Frodó keresésére indult. A ragornék, ahogy keresték Frodót, Boromír kürtjére lettek figyelmesek. Egy tisztáson akadt rá Boromíra, egy nagy fának vetve ült ott, mintha pihenne, de a ragorn látta, hogy sok fekete tollú nyilvessző érte. Kardja még nem esett ki a kezéből, de el volt törve a markulat a tövében. Ketté hasadt kürtje az oldalán, körülötte és lábánál halomban a lemészáró orkok. A ragor melléje érdelt. Boromir kinyitotta a szemét, és beszélni próbált. Végül sikerült is néhány halk szót kiejtenie. Megpróbáltam a gyűrűt elvenni frodo mondta. Sajnálom. Megfizettem érte. tekintetelle levágott ellenségére tévedt. Lehettek vagy huszan. Elmentek a félszerzetek, az orkok magukkal vitték őket, megkötözve. Azt hiszem élnek. Elhallgatott, s fáradtan le egy szemét. Egy pillanat, s megint megszólalt. Ég veled a Menj Menj, Minasztirizbe, s védd meg a népemet. Én vereséget szenvedtem. Tévedsz, mondta Aragorn. Megfogta a kezét, s megcsókolta a homlokát. Győztél, kevesen arattak még ekkor a győzelmet. Nyugodj békében. Tirith állni fog. Boromir elmosolyodott. Merre mentek? Frodo velük volt? kérdezte Aragorn. De Boromir többé nem szólalt meg. Ezek után befektették Boromért a csónak fenekébe, amelyen utolsó útjára akarták bocsátani. Összehajtogatták a szürke csukjás tündeköpenyt és a feje alá temették. Megfésülték hosszú fekete haját és elrendezték a vállán. Lórien aranyöve ott csillogott a derekán. Melléje helyezték a sisakját, ölére a meghasadt kürtöt, a kardmarkolat és az eltört tengét, lába alá ellenségei kardjait. Aztán a csónakórát hozzákötötték a másik csónakhoz és kieveztek vele a vízre. Szomorúan húzták végig a part mentén, és a kanyarodtak be a sodrásba, párt zöldjepe mellett. Tolbrándír meredek oldala a napfényben ízott, még kora délután volt. Szomorú szívvel útjára bocsotát, bocsátották koporsó csónakot. Ott feküdt benne Boromír, nyugodtan, békésen siklott lefelé az ár kebelén. Boromír holtestét ozgilát mellett, az Ondoin déltáján át egy csillagos éjszaka a tengerhez vitte. A három egy egy darabig némán nézett utána, majd megszólalt Aragorn. Keresni fogják a fehér toronyból, mondta, de sem a hegyekből, a teg, se a, se a tengerről nem tér vissza többé. Majd lassú énekbe kezdett. Rohan mocsarán mezején, ahol a sörényes fű lobog, a nyugati szél ott sétál, falon át kódorog. Mi hírt hozol nyugat felől, szélkósza ma este nekem, láttad a délceg boromért, s fel egy csillag, s hold Láttam száguldott hét folyamon, széles komor Láttam, hol jár a tájkopár, majd eltűnt hirtelen. Éjszakárnyain, azután nem láttam őt tovább. Az északi szél hallhatta ő ott, a torfia kürt szavát. Ó, Boromír, magas falról nézek nyugat felé, de nem jössz a kihalt földről, or ember lelke nem él. Na ennyi lett volna Boromir tragikus története. Remélem tetszett. Na sziasztok!